Akik megéljük itt, eme szent homba, a mindennapi gyötrelmet, és a szomszédunk, a barátaink, esetleg a családunk tagjai el se akarják hinni, amit mi mondunk. Ó, ne hülyíts! Hát ezt nem mondja a tévé. Ez tény. Azt sem mondta a tévé, hogy 2011 áprilisában egy alkotmányos pucsnak köszönhetően megváltoztatták a 89-es ideiglenes alkotmányt, amit próbáltak hatályok kívül helyezni nélkületek. Aztán 2012. január 1-én életbe léptették ezt a kalaptörvényt, ami most már a 10. módosítása is túl van. 10 év. Ennyi telt el alkotmány nélkül. 10 év. 10 éve élünk, és ha végignéztek önmagatokon, megnézitek a korabeli fotóitokat 10 évvel ezelőtt, milyen terveitek voltak, milyen álmaitok voltak, és mit tudtatok megvalósítani, és mennyi álmatoktól fosztott meg az aktuális politikai elit. De nem 10 éve élünk alkotmány nélkül. 32 éve az urak azt csinálnak, amit akarnak. 32 éve, hála Isten, vannak idősebb férfiak, idősebb hölgyek, akik jól emlékeznek, hogy ebben az országban megvolt minden. Egy maréknyi dollárért, egy maréknyi márkáért,